Megszépült a Bajcsy-Zsilinszky tér. A terület első nagyobb átalakulása pár évvel ezelőtt kezdődött. Akkor készítették el a szökőkutat, illetve a táblákkal jelölt ismeretterjesztő sétányt. Egy különleges hangulatú szalétli is készült még annak idején, ahol kedvükre sakkozhatnak és malmozhatnak a térre kilátogatók. Tavalyi évben kezdődött el a játszótérnek a kialakítása, több lakó kérése volt, hogy ebben a körzetben is legyen egy játszótér, sajnos ennek más helyszínt nem is tudtunk volna találni, mert nincsen nagyobb zöld felület, ez a legnagyobb zöld felület, ami eszközöket elbír, arról nem is beszélve, hogy egy kedvelt játszótér lett, mivel hűvös és árnyékos, nagyon-nagyon sokan látogatják ezt a parkot, illetve maga a vízkép megjelenése a parkban is vonzó, mind a szülők, mind a gyerekek részére. A téren szinte mindig van élet. A családok délelőtt és délután is szívesen időznek a megújult területen. Hogy szép környezetben játszhassanak a gyerekek, vigyázni kell a térre, hangsúlyozta a választókerület képviselője. Ezen a képen például egy olyan szemétkupac látható, amit a téren tartózkodó emberek szerint egy autóból dobtak ki fényes nappal. Ez sajnos nem az első eset, mondta Takácsné Györe Anett. Táblák is megrongálásra kerültek néhány évvel ezelőtt, nem is néhány, egy évvel ezelőtt talán, még most sikerül újra rendbe tenni a táblákat. Sajnos nem csak így ez a körzet, hanem a város is azzal küszködik, hogy szakemberek hiányába van, és most szeptemberében fog majd egy segítségünkre lenni egy szakember, hogy az összes tábla megújításra kerüljön, amit annak idején így, nem tudom, nagyon bulizós fiatalok jó szándékából adódóan jó néhány táblát széttörtek és szétrongáltak. A tér azért van, hogy használjuk, hangsúlyozta Takácsné Györe Anett, de vigyázzunk is rá. A terület felújítása hamarosan a végéhez ér. A közvilágítás is megoldódott, kihelyezték a lámpákat, illetve még néhány utcabútor, padok és asztalok is kikerülnek. Továbbá a nemrég készült fűszer- és gyógynövénykertbe kihelyezik azokat az ismeretterjesztő táblákat, amelyek segítségével megtudhatják a gyerekek, hogy melyik növényt hogy hívják, illetve milyen jótékony hatásai vannak.